végre és ismét lehet születnapokra kimenni a Szekszárdi főtérre, a Béla térre. Nagyon-nagyon vártuk már ezt a lehetőséget. Sokáig nem volt erre lehetőségünk, és így ki van éhezve a borászcsapat is, a borásztársadalom és a lakosság is, a Szekszárd lakossága, meg szerintem az országból a vendégek, hogy ez az akció, ez a születnapok rendezvény ismét folytatódjon. Szeptember 3. hétvégéje, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap leszünk itt 4 napot. Úgy emlékszem, hogy 35 borászat lesz kint egyébként a Béla téren, és itt csütörtök délutántól egész vasárnap estig, hát nem teljes folyamatossággal, de nagyon sokat kint leszünk, és kínáljuk a szekszárdieknek és a vendégeknek, nem szekszárdi vendégeknek a borokat. Úgy gondolom, hogy a fehér kadarkát kivisszük meg a Rajner Rieslinget fehérek közül, kint lesz az egyik rozénk, valószínűleg a Bodikutya rozé, és lesz egy Bodikutya vörös tételünk is, emellett még a prémium tételek, a dűlőszelektált kékfrankos, kint lesz az Optimus küvé, Gold Optimus, Number One, tehát a prémium tételekből is viszünk ki, hogy kóstolhassa a vendégsereg, az érdeklődő vendégsereg a tételeinket. Hát így 50 000 emberre számítunk, ahogy szokott lenni. A péntek szombat biztos hatalmas tumultus lesz, de ezt várjuk már, és erre is készül az egész szekszárdi csapat. Itt az első térben az étterem természetesen előrefoglalásra nyitva lesz, mert ilyenkor mindig akkor a tumultus, hogy előre kell foglalni a helyeket. Szerintem mindenki nagyon várja már, mert hallom is a szekszárdiaktól, hogy a csütörtök mindig a szekszárdi nap, hogy már nagyon-nagyon várják és készülnek, nem hisznek előtte 2 hétig, hogy be tudják pótolni ezt mindenképpen.